Látom, hogy a lipát veszünk, s egész évben nem éhezünk. Hát a csontja hosszú fehér, hóval borít minket a tél. Erzsébet halázogatja Dunáját, sebelhetjük havas házunk utcáját. Akadban kopogós, a karácsony torcsogós. András napon véget ér a hónap, búcsút mondunk sok vérdisznónak. Disznótorban sürgőt fordunk, halaszt fülest a kopogtatunk. Márton napján lipát veszünk, Márton napján libát eszünk. Márton napján libát eszünk, s egész évben nem éhezünk. Hagy a csontja hosszú fejét, hóval borít minket a kért. Erzsébet halázogat a Dunáját, seberhetjük havas házunk utcáját. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az idei Márton napi rendezvényünkön, ami egy picit eltér az eddigi évekhez képest, mert sajnos az időjárás közbeszólt. De én azt gondolom, hogy ez az esős idő sem szegi a kedvünket, és hatalmas örömmel és szeretettel fogadják az alsó tagozatos gyerekek műsorát, akik borzasztóan izgatottak, és nagyon várják már, hogy végre a színpadra léphessenek. Hagyományainkhoz híven, ahogy már az előbb is említettem, az idei Márton napunkat nem azzal kezdeném, hogy a Márton nap történetét felolvassuk, hanem a harmadik osztályosok előadásában fogják megjeleníteni, hogy miről is szól a Márton nap. Felkészítő tanáruk Helebranné Kuti Szilvia és Borza Parrag Brigitta. Kérem, fogadják őket nagyon sok szeretettel. Szent Márton legendája és a Márton nap hagyományai. November már igencsak az év végi időszakot jelzi. Ilyenkor egyre erősebb az idő, egyre jobban esnek a nehezebb, kiadósabb ételek, mint például egy jó kis libapecsenye, és ilyenkor szívesen olvasgatunk a hangulatvilágítás fényénél érdekes történeteket. Én is hoztam most egyet, amely a Márton napról szól. November 11-e, Márton nap, amelyről nekem személy szerint egy jó ropogós libacom jut eszembe, párolt lila káposztával és krumplival. Rémlik valami Szent Mártonról is, köpenyegről, koldustól, de néhány népszokás és babona is felvillan az emlékeimben, hogy ezen a napon ne felejtsünk el libát enni. Lássuk át, mit érdemes tudni az ünnepről. Ne siessünk, Márton, várj meg bennünket, hiszen együtt győztük le a barbárokat. Gyere, így áll velünk áldomást. Győzelemre áldomást, ami emberek vesztével ért véget. Mi katonák vagyunk, és nem sránkozhatunk. Úgy bizony, katonák, és nem irgalmazhatunk semmilyen ellenségnek. Pedig csak az irgalom hozhatja el a változást. Minden béketlen ellenünk. Én pedig azt mondom, minden békétlen ember önön maga ellenség.
túlságosan jószívű vagy, Márton. Hagyjuk inkább, törsetek egy kupicával az új borbor, üljük át bírát a bor fölött. Igyunk hát a győzelemre! Egészségükre, vitéz urak! Kotrolj innen, de azonnal! Hagyj minket békén! Isten áldja mindjájukat ebben az imankos hidegben! Hát te honnan kerültél ide egy ilyen késő jóra? Émienből jöttem. És nincs jobb dolgod, mint ebben a fagyban itt kuporodni? Rablók hoztattak, jó uram, pedig nagyon szegény vagyok. Alig tudtam elmenekülni előlük. Elfáradtam, éhes vagyok és fázom. Szeretnék mielőbb hazajutni. Hogyan is tudnék segíteni rajtad? Egy árva részpénz sincsen nálam, és az én tarisznyámból is elfogyott az eleség. De tudod mit? Mivel köpönyegem egyik fele a császáré, a másik felét, ami engem illet, nekem. Itt van mi. Igyekezz haza mielőbb, nehogy ismét rablókkal találkozz. Isten áldja meg, vitéz uram, az Isten áldja meg. Ismét megtámadták Galliát a barbárok. Én már többé nem karddal harcolok, mától Krisztus katonája vagy. Hagyjuk, hagyj járja a saját útját. Pusztítanak az állataink között, segíts rajtunk, Márton! Itt egy nyírfa vessző. Köszönjük! Beteg lett a leányunk, segíts rajtunk, Márton! Itt egy fiola. Köszönjük! Elfáradtam, hol vagyok? Túrszennek a városnak a neve, s ebben az apátságban éppen püspököt keressük. Legyen Márton a püspökünk! Nem akarok püspök lenni, hová bújjak, hogy rám ne találjanak. Megvan, a livák közé az holba. Uram, ha népednek meg szüksége van rám, nem vonakodom a munkától. Ünnepeljünk, mulassunk, táncoljunk!
Köszönjük szépen a harmadik osztályosok csodálatos műsorát. Köszönjük szépen Szilvi néninek, Brigi néninek a felkészítést. Szeretném megkérni önöket, hogy a gyerekeknek és a tanítónéniknek olyan sok munkájuk van ezekben a műsorokban, hogy hallgassuk és nézzük őket csendben, és erre a pár percre a gyerekek se szaladgáljanak, mert ezeket a kisgyerekeket még nagyon meg tudja zavarni a színpadon a hangzavar. Az előadásaink, a műsoraink után idén is megtartjuk a jótékonysági süti vásárunkat, melyeket ott hátul a sarokban tudnak majd megvásárolni. A másik sarokban pedig zsíros kenyérrel és meleg teával várjuk majd önöket az előadásunk után. Most hívom a színpadra az első A-osztályos gyerekeket. Fogadják őket is nagyon nagy szeretettel. Egész osztályommal jöttem most hozzátok, 14 libuskám kíváncsi volt rátok. Látom, csodálkoztok, hogy mind olyan egyforma. Sejmesek, pejhesek, egyiknek sincs tolla. Nagyon izgulnak az első osztályosok, hiszen ez az első iskolai fellépésük. És fogadják nagyon sok szeretettel az első B osztályt, felkészítőjük Kalányos Melinda.
köszönjük szépen az első B-osztályosok műsorát. Szeretném a másodikos tanítónéniktől megkérdezni, hogy szeretnének jönni, vagy cseréljünk helyet a negyedik osztállyal. Jó, akkor a negyedikeseket kérném szépen a színpadra. A negyedik osztályosok verssel és tánccal készültek, felkészítő tanítónénieik Metz Andrea és Bencés Krisztina. Márton napján libát eszünk, s egész évben nem éhezünk. Ha a csontja hosszú fehér, hóval borít minket a tél. Erzsébet, ha rázogatja a Dunáját, seperhetjük havasházunk utcáját. Ha Katalin kopogós, a karácsony tocsogós. András napon véget ér a hónap, búcsút mondunk sok kövér disznónak. Disznótorban sürgünk, folgunk, malacfület ropogtatunk. Látom a galibát veszünk, s egész évben nem éhezünk. Hát a csontja hosszú fehér, hóval borít minket a tél. Erzsébet halázogatja Dunáját, seperhetjük havasházunk utcáját. A Katalin kopogós, a karácsony tocsogós. András napon véget ér a hónap, búcsút mondunk sok kövér disznónak. Disznótorban sürgünk, fogunk, malacfület ropogtatunk. Márton napján libát eszünk, Márton napján libát eszünk. Egész évben nem éhezünk. Hát a csontja hosszú fehér, hóval borít minket a tél. Ezében találzogatja Dunáját, seperhetjük havasházunk utcáját. Hatatlanik kopogós, a karácsony tocsogós. András napon véget ér a hónap, búcsút mondunk sok kövér disznónak. Disznótorban sürgünk, fordunk, alapszünet ropogtatunk. Márton napján libát eszünk, Márton napján libát eszünk. Köszönjük szépen a negyedik osztályosoknak ezt a szuper hangulatú kis műsort. Szeretném megkérdezni akkor a második osztályt, hogy rendben vagytok? Jó, akkor kérem, fogadják nagyon sok szeretettel a második A és második B osztályt, akik Márton legendájáról mondókákat fognak elmondani, és egy gyönyörű szép lámpás táncot fognak nekünk bemutatni. Felkészítő tanítónénieik Peter Diné, Kassa Adrien és Jeneiné Berta Beáta. Yeah.
segítsünk máson. Reszkető koldusnak félköpenyét adta, hogy szívében jóságon, ő ezt megmutatta. Így lámpásom fénye ma este úgy ragyog, mint odafent éjjel szikrázó csillagok. Kicsi szívekben égnek reménynek lányai, mert bajban a jóba vigaszt lehet nyújtani. Kicsi lámpásom fénye ma este úgy ragyog, mint odafent éjjel szikrázó csillagok. Kicsi szívekben égnek reménynek lányai, mert bajban a jóba vigaszt lehet nyújtani. Sorsot fordíthat egy parányi jótett, magányos szívben, ha remény magot ültet. Kicsi lámpás a fénye ma este úgy ragyog, mint odafent éjjel szikrázó csillagok. Kicsi szívekben égnek reménynek lángjai, mert bajban a jóba vigaszt lehet nyújtani. Kicsi lámpás a fénye ma este úgy ragyog, mint odafent éjjel szikrázó csillagok. Kicsi szívekben égnek reménynek lángjai, mert bajban a jóba vigaszt lehet nyújtani. Köszönjük szépen a második osztályosok műsorát. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek. Köszönjük szépen Adri néninek és Bea néninek a felkészítést. Kérlek benneteket, gyerekek, hogy még ne széledjetek szét. Sajnos az időjárás miatt az idén a mártonnapi felvonulás sunk elmarad, viszont helyette nagyon szeretnénk, hogyha közösen eltáncolnánk a kacsatáncot. Mielőtt neki indul a buli, szeretném elmondani a szülőknek, hogy hátul már várják önöket a gyönyörűen csomagolt sütemények, amelynek bevételével az iskolába járó gyerekeket szeretnénk támogatni, nekik szeretnénk minél színvonalasabb műsorokat, programokat szervezni. Kérem, vásároljanak és támogassák vele az iskolánkat. Ha valaki megéhezett vagy megszomjazott, zsíros kenyérrel és meleg teával várjuk őket a másik sarokba. Kérek szépen mindenkit, hogy egyenek, igyanak, és vásároljanak is. Jó? Gyerekek, mehet a kacsatánc? Ki az, aki ismeri? Szuper! Akkor a Petit megkérjük a kacsatáncra.